Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit és a YouTube nézőinket is, én Köböl Anita vagyok. És már be is, bele is vágunk a mai interjúnkba, hiszen nagyszerű, mindig mosolygós, bájos, kedves, csodálatos vendégem. Itt van velem a stúdióban, aki nem más, mint Görgényi Fruzsina színésznő. Szia, Fruzsi, köszöntelek! Szia, ja, sziasztok! Mindenkinek. <laughs> Na hát akkor kezdjük a legaktuálisabb kérdéskörrel veled. Azon túlmenően, hogy most a háttérben mi már egy picit bemelegítettünk, és azt mondtam neked, de ezt te is tudod magadról, hogy olyan régóta szerintem a köztudatban vagy, tehát lehet ismerni a nevedet és az arcodat, és olyan kevés dolgot lehet tudni. Erre most ott vagy, főműsoridőben, a tévében, egy farm című műsorban. Hát kellett ez neked most komolyan? <laughs> Erre még nem tudok válaszolni, és sokat gondolkodom azon, hogy vajon mikor fogom ezt megérteni, hogy ez kellett megérteni, hogy miért kellett ez nekem, mert szerintem ez ugyan, olyan nagy horderejű dolog volt az életemben így érzelmileg, hogy biztos, hogy benne volt a mérföld köveimben. Szerintem az ilyen dolgoknak viszont lehet egy-két év is kell, hogy elteljen ezek után a dolgok után, hogy. hogy hogy rájöjj, hogy, hogy mi volt az értelme, vagy volt-e, vagy jobb, vagy rosszabb irányba terelték-e az életedet. Na de amikor mondjuk döntés előtt voltál, -e, hogy jött gondolom a felkérés, vagy fogalmam sincs ezek, hogy mennek, hogy castingolnak-e például erre titeket, vagy célzottan megkeresik a szereplőket, és előállnak egy ajánlata, akkor amikor mérlegeltél, akkor mondjuk milyen szempontrendszer szerint, mert Ebből ki lehet jönni jól is, meg ki lehet jönni rosszul is. Ugye sokan szokták ezeket a valóságsókat, ezt most nem tudom másképp apostrofálni, szerintem ez egyfajta valóságsó. Azért utólag már megbánni, hogy részt vettek benne, mert az úgy vannak összevágva, hogy az hathatós legyen. Igen. És hogy erre fel tudtál egyáltalán készülni? Vagy Dehogy úgy érezted, is. hogy a személyednek, a karakterednek kell valami, ami egy kicsit téged több emberhez eljuttat? Fú! Most nagyon őszintének kell lennem ahhoz, hogy erre jól válaszoljak, erre a kérdésre, és vissza is kell menjek egy kicsit az időben, hogy megért, hogy miért volt ez a döntésem, hogy elvállaltam ezt a helyzetet. Én nekem úgy kezdődött a pályám, hogy amikor a, a, az iskolából kikerültem, mint színész, akkor én nagyon azt láttam magam körül, olyan társaságba keverettem, olyan társulatba, ahol ahol oh, nagyon azt éreztem, és az is volt éreztetve velem, hogy igazából azok az emberek mennek nagyot, akik ott vannak a dobozban, a képernyőn. És, és én szavalhatok akár, hogy én, én lehet, hogy ott szenvedtem 500 mesterség órán, nem ez nyomalatban, hanem inkább az, hogyha a képernyőn, vagy lehet, hogy tényleg a nem tudom, a pékségből kerültél a képernyőre, de valamiért olyan erős a személyiség, mert amúgy ezt nem akarom tagadni, hogy egyébként remek emberek is kerülnek szerintem sorozatokba úgy, hogy nem tanulták ezt a szakmát, de szerintem van ennek ellenpéldája is. De mégis visszatérve rám, én, én azt éreztem akkor, hogy, hogy valahogy valahogy ezt az utat kell választani, mert, mert különben előbb-utóbb falakba ütközöl. És valahogy ezt egyébként nem bevonzottam magamnak, hogy, hogy én bekerülök a dobozba, a tévébe, ugye a barátok közt által, ami ami nekem egy nagyon jó élmény volt, mert, mert ott egy, egy családot találtam, meg egy biztonságos közeg és sikerélményem is volt, és viszont ezt, ezt igazolta, ezt a, azt, ezt a helyzetet, vagy ezt, 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 amit én kigondoltam, vagy hogy láttam magam előtt, hogy igen, hogy hogy azoknak az embereknek kedvez a szakma, akik ott vannak a képernyőn. És és most is azt látom, hogy hogy igen, hogy hogy hamarabb játszik mondjuk egy sorozatban egy olyan ember főszerepet, aki, aki a bulvár ügyeiről híres, uh -huh. mint sem az, aki, aki meg mondjuk esetleg tanulta ezt a szakmát. De ez nem teszi mindeközben nehezebb is szerinted ezt az utat? Tehát, hogy akkor utána meg az lesz, hogy kénytelen leszel akarva, akaratlanul adott esetben levetkőzni olyan előítéleteket, amivel veled kapcsolatos, vagy majd a szőke naival leszel, vagy nem tudom, lehet, hogy már most is éppen a szőke naival vagy, miközben te drámai szerepeket szeretnél játszani, vagy van egy olyan karakter, ami szerinted sokkal jobban passzol hozzád, adott esetben kihívás lehet, a büdös életben nem fogod megkapni, mert bekerültél ugyan a dobozba, de nem egy olyan Igen. szerepben, mint ami, uh, ami jó lenne. Nagyon igazad le. van, és nagyon uh, nehéz a két világ közt lavírozni, egyébként a média világa, meg a színház világa között. Uh, fú, nagyon-nagyon nehéz téma ez nekem, mert valójában ehhez a döntésemhez egy végső, hát most... Hogy mondjam, tehát, hogy egy ilyen szempontból egy ilyen kicsit elkeseredettség, vagy oh. vagy jutatott, hogy, hogy igen, akkor akkor ez az út, és miért ne próbálhatnám meg, mert közben meg lehet, hogy egy tök jó dolgot ad nekem önismeretileg. Nekem ez is volt a célom, és ezt meg is kaptam, hozzáteszem, És nyilván még nem tudom, mi lesz ennek a lecsapódása, de hogy, hogy ez. Valahogy ezek a dolgok, ezek a gondolatok vezettek ehhez a döntésemhez. Mi a célod? Mi az, amit szeretnél elérni ezáltal, amire úgy érzed, hogy pusztán, hogyha out of the box lennél, tehát hogy nem mondjuk egy képernyős ismert arc, hanem színházi színésznőként, castingról castingra járva, akkor, akkor mondjuk nem lennél képes elérni, mint amit majd reményeid szerint, akkor ezek szerint el fogsz tudni érni ennek köszönhetően. Most is játszom színházban, nem erről van szó, csak de én tudod, mit szeretnék? Én egész egyszerűen csak lehetőségeket szeretnék, csak játszani szeretnék, csak, 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 a szakmámat szeretném csinálni. Csak azt érzem, hogy ehhez más eszközökre van szükség, mint amit én 7 éves koromban láttam magam előtt, amikor kitaláltam magamnak ezt, nyilván akkor még nem tudatosult, hogy, hogy milyen út vezet ehhez, de amikor már később 18-19 éves lettem, tehát, hogy az önérvényesítés az nem tehát az, ahhoz nem volt elég az, hogy én, én tanultam ezt a szakmát, hogy bekerültem egy körbe, másik körbe, és még lehet, hogy ki tudja, hány ilyen ráébredésem lesz, hogy hova is, hova kell bekerülnem ahhoz, hogy, hogy, hogy lehetőség, a lehetőségek uh -huh. jöjjenek. Ezt egyébként nagyon jól megfogalmaztad, és én szerintem tökéletesen tudom, hogy te mi mentél keresztül, mert ha mondjuk az én műsorvezetői nemre gondolok, akkor az elmúlt 13 évben ezt végigcsináltam, és le is pörgettem magam előtt azt, hogy jó, hát akkor valószínűleg ennyi volt, mert én nem úgy viselkedek, vagy nem úgy cselekszem, mint ahogy ezt mások megteszik, és ott vannak, ahova egy vágynék bennem. Mindig a szakmaiság az előbbre való volt. A szakmaiságnak szerinted ez árthat, vagy akár kedvezhet is. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ezt a előjellel kell feltétlenül megíteni. Nem. Kíváncsi vagyok rá, hogy, 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 te hogyan gondolkozol erről. Mármint, hogy konkrétan az árthat-e, hogy mondjuk a szakmaiságnak, hogy elmentem egy ilyen sóba. Igen, igen. Ö, és mondjuk úgy fognak megítélni téged, hogy, hogy, már nem adják oda azt a szerepet, amire ilyen, úgy van. Van, hogy egy sorozat miatt is úgy ítélnek meg. Tehát nem kell az valóság sóba menni. Már a sorozat alatt is volt, aki megkülönböztetett. De, de, az hogy... nem a néni a piacon, aki azt hiszi, hogy te vagy a. Nem. XY a barátok közből. Nem. Hanem, és itt az fruzsi vagy. Nem, nem ez szakmailag. Szakmálag is. Aha, aha van, van egy ilyen, ilyen rész a szakmának, aki azt mondja, hogy hát, hogy, hogy, hogy milyen színésznő lehet az, aki a barátok közben játszott. És közleg, köznek, azt nem tudják sokan, akik, akik nem vesznek ebben részt, hogy, hogy egy, a szakmának egy másik jellegű tanulása, de nagyon nagy tanulása van egy ilyen sorozatban, egy ilyen napi sorozatban. Teljesen más jellegű rutint szerzel, más tanulást, mint amit mondjuk egy színházi darab készítése közben. Mennyi Jaj, ez nagyon izgalmas, nagyon tetszik nekem ez a, ez a téma, mert az, amit te most leírtál és vázoltál, oda szerintem nagyon sokan vágynak, olyanok, akik még ennek az útnak nagyon az elején vannak, olyanok is, akiket pusztán ebből az ismertség foglalkoztat és érdekel, nem az, hogy valamit aztán ugye meg is valósítsanak ebből. De mennyi? alázattal, mennyi lemondással jár ez a szakma, amit, amit te képviselsz, a színészkedés. Mindig a csillogást látjuk belőle, mindig azt, hogy valakinek szerep voltak, abból jön aztán az ismertség, a hírnév, az anyagi biztonság, az anyagi jólét, de ez csak a felszín. Ez csak a felszín. És te is azt mondtad most, hogy azért egy napi gyártású sorozatban szerepelni az iszonyú meló. Nagyon. Na, na, mi ez a meló? Mesélj nekünk erről egy kicsin. Borzasztó nagy kitartás kell hozzá, meg szorgalom, meg olyan, mintha valamilyen, hát, hát állóképesség is kell hozzá, meg agy, hogy még, este is ugyanolyan agyad legyen, mint reggel hétkor, amikor bemész 16 jelenet után, meg annyi szöveg után, meg, meg pont múltkor meséltem valakinek, hogy hogy sokszor mondjuk egy ilyen soroz, másnapra annyi, annyi szöveget kellett megtanulnom, mint amúgy egy darab megtanulásakor egy egész szövegkönyvnyi főszerep, mondjuk. És milyen érdekes az emberi agy, hogy mégis tud ehhez a helyzethez alkalmazkodni, és rögzít, és rögzít, és, és meg tudom csinálni, és egyébként annak nagyon érdekes megélése volt ez, vagy, vagy adott erre lehetőséget, hogy megéljem azt, hogy én ilyenre is képes. Hoppá, egy kicsit. mondott egy mikrofon, vigyázz! <laughs> szóval, hogy a hogy sorozat lehetőséget adott arra, hogy megélhessem, hogy erre is képes vagyok, hogy hogy az agyam ö, ö, olyan magasságokban tudja működni, most ezt a szövegtanulásra gondolok, meg a, tényleg a rögzítésre, meg a, a, az improvizálásra, és alkalmazkodásra, hogy, hogy az önbizalmat ad megadott. Azért kérdezem a lemondást és az alázatot, mert viszonylag fiatalon, de nem a tinédzser korodban, hanem ugye azért a 20 éves korodba kerültél a, a sorozatba bele, amikor azért sokan szeretünk bulizni, járni, együtt lenni a barátokkal, még egy picit bent vagyunk a suliban, de már azért egy kicsit kint vagyunk a felnőtt életben is. És akkor ezek szerint egy egészen másik típusú életed volt neked, amihez gondolom, hogy alkalmazkodnod kellett, és, mm. és kimaradt valami az életedből, amire úgy érzed, hogy az hiányzik, vagy, vagy hogy tökéletesen tisztában voltál azzal, hogy ezt miért csinálod, és abszolút nem volt alázat, vagy áldozat, bocsánat, hanem, hanem ezt te így szeretted volna. Szerencsére, amíg az iskolában iskolában tanultam, tehát a, a mesterséget tanultam, az egy három év volt, mert én a Pesti Magyar Színi Akadémián végeztem, és az egy olyan intenzív három év volt, hogy ott mindent megéltem érzelmileg is, meg, meg kiéltem magam ilyen bulizásilag is. Tehát ott tényleg nagyon ja, kellett... de lehet ezekről háttérben hírből hallani, az igaz? Most, igen, hogy igen. tehát, hogy tényleg, hogy... De, az ott is volt a helye annak, mert akkor nem múlt rajta, vagy akkor, hogy mondjam, akkor ezt kellett csinálnom. Mert emlékszem, hogy amikor elsővesek voltunk az akadémián, és akkor mindig volt, mentünk így a végén, ilyen, évvégén ilyen értékelés, és akkor elmondták személyesen, hogy akkor milyen volt az évünk, meg a teljesítményünk, és akkor mondták, hogy hát nagyon jó, Fruzsina, nagyon jó, nagyon tehetséges, Éges, csak hogy így éljen még egy kicsit, mert hogy, mert hogy, tehát hogy most, hogy legyen még szerelmes, törjék össze a szívét ötvenszer, sírjon, fetrengjen a földön a fájdalmában, mert még, tiszt, még, túl ártatlan, még túl tiszta voltam, még nem volt annyi megélésem. És valójában akkor ezt is kellett csinálnom ebben a három évben, hogy minden ilyen, ilyen megélést, amit akkor tud az ember magára szedjen. Viszont ez azt is eredményezte, hogy később, amikor pedig már komolyan kellett téttel a szakmámra koncentrálnom, mondjuk egy sorozatban, akkor egyáltalán nem hiányzott az, hogy én most elmegyek bulizgatni, és, és most fú, nem csatlakozom a többiekhez, hogy hajnalig, nem tudom, ígyunk valahol. Ezek már nem voltak fontosok, mert ezek nekem már megvoltak. Hogy érzed, hogy neked Hát nem tudom, hogy ez most mennyire értékelhető sikernek, vagy annak értékeled, de hogy például a farban szerepelsz. Volt itt nálam Pokornilia korában, aki ugye most 50 éves korában kapta meg az első filmes főszerepét. Hiába tudtunk addig Liáról, meg hát azért tényleg rengetegen imádják és szeretik, és egy ünnepelt színészőnek mondható. Igazából szakmailag mondhatni, vagy én így fogalmaztam meg neki, hogy most arra érkezett meg a uh -huh. csúcsra, hiszen azért egy főszerepet megkapni, ez az, az mindig azt gondolom, hogy valamiféle elismerés a munkássága előtt a te életedben ez már megtörtént? Vagy mondjuk ezzel a formal ez megtörtént? Vagy ez nem. inkább csak egy eszköz, hogy megtörténhessen? Ez egy eszköz, hogy megtörténhessen. Egy olyan eszköz, amivel alkalmazkodom a mai világ ö, mai világ eszközeihez, most bocsánat, hogy szót ismétlek, de hogy csak ezt tudom mondani, tehát, hogy, hogy ugye az tud sikeres lenni az életben, nem az, aki bizonyos elveket követ, hanem esetleg az elveit tudja idomítani az újdonsült dolgokhoz, oh. amiket amiket ugye ugye le kell követni, mert annyira gyorsan változik a világ, hogy ami a múlt héten még valid volt, az az lehet, hogy a jövő héten már nem lesz. Is. De figyelj, lehet nevezni elfnek valamit, ami ennyire flexibilis, akkor ezek szerint? Hát nem. Mert nem. az elf azért azt gondolom, hogy nagyon kőbevésetnek kéne, hogy legyen, hogy ahhoz olyan következetesen ragaszkodok, és senki nem mondhatja meg nekem, a, a, vagy mutathatja meg a másik oldalát, mert akkor az már az elveimmel elment. Igen, igen. Nyilván van... Egy-két olyan elve az embernek, ami, amihez ragaszkodik, és ami a határait leszögezi, de szerintem szerintem muszáj flexibilisnek lenni. Meddig ez ez -e? a titok. Meddig mész el ebben a dologban? Mm. Sok mindent lehet nem. hallani tudod a színészmesterségről, és mert értelem ja, szerint értem. nem a szerepoztodíványra gondolok, mert nem is kérdeznék meg így műsorban, de hogy hogy, hogy hogy érzed, hogy mennyi van benned, megvárod, amíg megtalál a siker és az elismerés, vagy kell valamit hozzátenned neked még pluszban, adott esetben ilyen műsorokban való szerepvállalást azért, Azért, hogy egyszerűen sikerüljön megvalósítanod azt, amit szeretnél. Szerintem, szerintem kell. Ez, ez a jó válasz, amit most te is megfogalmaztál, és, és figyelj, be, 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 benne van a pakliban, hogy öt év múlva majd azt fogom mondani, hogy rossz dolgokat gondoltam most. Tehát élek azzal a jogommal, hogy, hogy öt év múlva felülírjam magamat, hiszen jelen pillanatban is visszatekintek a pályám elejére, amikor amikor tudom, hogy mi volt az, ami rossz döntés volt, hogy lehet, hogy, hogy játszottam olyan helyen, ahol mondjuk rombolták a, az önértékelésemet, az önbecsülésemet, és nem kellett volna olyan sokáig kitartanom mondjuk a biztonság érdekében, mm -hmm. és uh, akkor meg akkor meg azt éreztem, hogy de de de, de hát nagyon jó itt meg ez, ez ez egy biztonságos munka, és közben nem. Tehát fiatal voltam ahhoz, hogy ezt felismerjem, és most is valószínűleg még fiatal vagyok valaminek a felismeréséhez. Magyarán, ha jól értem, fenntartod magadnak a, a jogot a, a hibára, a hiba persze, lehetőségére. Persze, igen. Hogy állsz ezzel a kérdéskörrel? Megtanultad kezelni? Mert hogyha ezek szerint, ha jól értem, benne ragadtál, erőn felül olyan szituációkban, amiket egyébként nem éreztél már magadének is komfortosnak, egyszerűen mondhatjuk, hogy muszájból, Igen. de akkor még nem merted megengedni magadnak, ma meg már sokkal inkább. Törekszem arra, hogy ma már sokkal inkább, tehát gyakorlója vagyok ennek, nem, nem, nem profinűzöm ezt, hogy kilépjek időben, hanem próbálok tudatosabban figyelni magamra, hogy, hogy mi az, ami nekem már nem fér bele, és ezért nehéz is arra válaszolni, amit az előbb kérdezte, hogy meddig megyek el. Nem tudom, szerintem most már ö, közelebb helyeztem magamhoz a határaimat. És most már jobban föl tudom ismerni, hogy mi az, ami nekem olyan kényelmetlen, amilyen akkor volt, mondjuk öt éve, és azt, megint csak azt érzem, tudod, ilyenkor már van ilyen uh -huh. vissza ismétled ezt az érzést, és megint van az, a, az a, mondjuk testi jeleket is érezhetsz, hogy, hú, megint mondjuk összerándultam egy picit erre, meg arra, valakinek a reakciójára, esetleg van, hogy hány ingerem van egy helyzetben valósan, és akkor mindig figyelni kell ezekre, hogy Úristen, akkor valami nem jó itt. Ah, szóval az intuíció igen, jobban figyelni. Még mindig maradnék annál a kérdéskörnél, hogy félsz -e attól, vagy hogyan próbálsz meg majd ebben szerinted ügyesen labírozni, ne ragadj benne ebben a, a valóság sósdiban. Én, én, csak azt tudom mondani, hogy, hogy, remélem, hogy ebből ki tudom venni azt, ami nekem, nekem, hasznos, és tudok majd vele esetleg jól bánni a későbbiekben. Öhm, minden esetre azt szerintem érezhető lesz majd, hogy, hogy egy kicsit más hogyan állok um ehhez az egész sóhoz, mint mondjuk a többiek. Igen, ugye? Igen. szerintem igen. De most azért ezt elárulhatjuk a hallgatóinknak, hogy mivel ez egy felvételről megy ez a műsor, most fog indulni. Tehát igen. te se láttad még a végterméket. Igen. igen. És ezt most azzal a bizodalommal mondod, hogy bízod benne, hogy igen. ezért a karaktered az átütő lesz, de meg tud maradni olyannak, amilyennek te gondolod magad. Igen. És akkor ilyenkor lehet, hogy én a fekete hogy lehet, hogy az úgy lehet összevágva, hogy igen. ez meg sem Persze, és ezt, ezzel tisztában vagyok, és erről az elő, elő előtte is beszélt tünk a műsorkészítőkkel, tehát ilyen szempontból teljesen korrektek voltak, mert, mert nyilván fölveszünk 580 óra anyagot, uh -huh. és abból van egy 10 perc, vagy két mondat, amit kiragadnak egy kontextusban lehet, és akkor máshova teszik be. Igen, tudom, tisztában vagyok ennek a veszélyével, nem mondom, hogy ő nincsenek emiatt álmatlan éjszakáim, uh -huh. de, de talán, talán lesz tíz olyan ember az országban, aki meglátja, hogy azért magamhoz hű vagyok végig mit adott az önbecsülésednek és az önbizalmadnak ez a műsor, mert többször utaltál rá, és én ezt meghallottam, nem engedtem el a filmem mellett, csak még más dolgokra is kíváncsi voltam mellett. Tehát nem gondolnám, hogy egy színésznőnek, aki kiáll a színpadra, adott esetben a kamerák elé, és adja magát, mindazt a valót, ami benne van, és te is mondtad, hogy a tanáraid, mestereid még szerették volna, hogyha, hogyha tapasztalásként ott van benned, de ki tudod adni magadból a közönségnek, akkor bármiben téged meg kéne erősíteni, mert már eleve nagy bátorságod a kiállni. Hú, megint úgy bekérdeztél egy olyan, olyan dologba, hogy Bocsik. nagyon vissza kell <laughs> Menj, vissza, Először is helyesbítenék ez a. a, a a, ebben a valóságsúban való jelenlétem nem az önértékelésemhez, ne, vagy nem úgy egy-egyben adott hozzá az önértékelésemhez, hanem inkább feltett bizonyos kérdéseket ezzel kapcsolatban. De az önismereti utamat gyarapította egyébként, és egyébként ez nem mindig feltétlenül kellemes. Szóval az Te önismereti magunkkal szemben. Nem, nem, nem. nem és, és itt, ebben a játékban, nevezzük így, nekem nagyon sok felismerésem volt nem közben. Mindig utána, Sajnos. De ja, én kiderült, sajnos. hogy nem is vagy annyira cuki, és kedves, mint amennyire gondolhatunk. Pont szerintem inkább az, hogy meg magam számára az derült ki, hogy szerintem túlságosan is alázatos tudok lenni. És nem tudom, hogy hol van annak a határa, hogy ez káros rám nézve, vagy pedig jó. Ilyen dolgok. Az alázat. Az milyen értelme lehet szerintem? Hogy túlságosan alárendelődöm ah. szituációknak. Üm, ami még kiderült számomra, és még nyer visszatérek a kérdésedre, üm, például ilyenek, hogy nem tudok olyan gyorsan, instant kapcsolatokat kötni azért, hogy nekem utána a sorsom ott ebből alakuljon. És akkor kérdés felmerül bennem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egyébként az életben sem tudom ezt megcsinálni, és életképtelen vagyok a, az életben is, és nem tudok jó kapcsolatokat alapít, a, a, alakítani. És nem, és föl kell mentsen magam, mert egyébként sok esetben meg kell bocsátanom magamnak, hogy miért bántam, és sok hajlamos vagyok bántani magam ilyen gondolatokkal, hogy ezt meg azt rosszul csináltam. És nem, ez egy annyira speciális helyzet. Egy ilyen, egy ilyen műsor, főleg egy ilyen struktúrával, hogy egymás ellen kell szavazni, együttműködni, de aztán mégsem együttműködni. Hogy azért ezek olyan plusz ö, pszichológiai tényezők, ha dönteni kell, hogy hogy azért ez nem a reális, nem a valós élet. És ugye sokan mondják, hogy ez, az ilyen műsorokban mindenki megmutatja a való ényét. nem szerintem egy nagyon speciális helyzet kihoz belőle dolgokat. Nem, nem hiszem, hogy ez lenne, így élnének az emberek a mindennapjaikban, ezt szerintem mindenkire tudom mondani, aki ott volt, hogy, hogy mindenkiből valamiféle kontrasztot hozott ki. Azt érzem rajtad, hogy ettől függetlenül neked nagyon fontos a mindennapokban az, hogy jobb és jobb ember tud lenni. Mert hogyha azt mondod, hogy, hogy felismeréseid voltak, és az önismereteddel kapcsolatban akkor, ahogy te fogalmaztál, és nem úgy, ahogy én, hogy az önbizalmaddal szemben, akkor azt mindig tudjuk, hogy egy nagyon erőteljes tanulási folyamat, egy, egy soha véget nem soha érő, véget nem érő igen. folyamat, ugye? És euh, amúgy, istenéltesen utólag is, ugye most néztem ott a, a háttérben, amikor kutakodtam, Ez hogy te, te most öltötted a 33-on. Na 33 éves korára szerinted egy nő hol kéne, hogy tartson ezen az úton, vagy te hol tartasz ebben? Biztos, hogy ezeken te így gondolkoztál. Mert aki foglalkozik ezzel, az szerintem végigmegy ezeken a kérdéseken. Igen. Fú, én nekem erre mindig az a válaszom, hogy nem tartok elég elég ö, nagy maga, vagy, hogy mondjam, tehát nem tartok eléggé elől, vagy nem vagyok eléggé elő ebben a dologban, vagy nem, nem tanultam még eleget, vagy vagy ügyesebb is lehetnék, vagy ö, jobb korábban is jöttek volna felismerések, ö, pedig tényleg rengeteg ilyen könyvet olvasok, ami az önismerettel kapcsolatos terápiára is jártam már ö, időszakonként, és nem azért, mert hatalmas nagy gondok vannak velem, hanem azért, mert, mert ö, egész egyszerűen értek el ez a, a, a dolog hogy nyilván színész is vagyok, és ebből is adódik az, hogy, hogy egyfajtaban megkérdőjelezem magamat, hogy. Hmm. Mert, hogy na, és akkor itt visszatérhetünk egyébként az eredeti kérdésedre, hogy, hogy ki gondolná, hogy egy, egy színésznek vannak önbecsülési problémái, vagy önértékelési problémái. Hát szerintem valamennyien ezt a szakmát, és nem, nem azt mondom, hogy kizárólag, vagy mindenki kizárólag ezért, de viszont valamennyien ezt a szakmát, azért választjuk. Gímikor, én mondjuk gyerekkoromban választottam, mert, mert több figyelemre vágytam. És tetten is tudom ezt érni, nagyon sokat gondolkodtam ezen. Ugye mindig elmondom azt a sztorit, hogy akkor megkérdezik, hogy miért lettem színésznő, akkor mindig elmondom azt felszínesen, hogy hát azért, mert a Vida Péter Miskolcon játszott éppen akkor nálam, nálunk, amikor 7 éves voltam körülbelül, és akkor én nagyon beleszerettem, és a Charlie nényének a, a, címszerepét játszotta, és hát csodálatos volt benne, és hát kiskoromban én ezért eldöntöttem, hogy akkor én színésznő leszek, mert egy színésznek csak színésznő lehet a párja, mint a péknek pék, nem tudom, asztalosnak asztalos, és... És ez a felszín. De valójában mostanában jöttem rá, hogy nekem amúgy szenved nagyon jó szüleim voltak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy minél több időt legyenek velem, és ennek érdekében ők mindenhova vittek magukkal engem. Tehát anya mindig mondja, hogy hát én, én soha nem akartalak a nagyira hagyni, soha nem akartalak. Mondjuk akkor még nem volt divat a babysitter, de hogy nem akart másra hagyni, hanem inkább akkor mindig vitt magával. És ez szerintem nagyon. Csodálatos dolog, és elismerés ö, neki ezért, mert, ö, mert ez azért fárasztó, te tudod, tehát hogy. vagy. vagy, vagy ez, ez Mindjárt könny is csak könnyebb hogy... lepasszolni a gyereket, érted, mint, mint egész nap magad, de mindre. Anya is apa mindig ezt csinálta velem, és ö, ugyanakkor rájöttem, hogy volt egy időszak, amikor nekik volt egy, egy éttermük, és ö, sokáig ö, én is ott voltam velük esetleg későig, amíg be nem zárt. És akkor ezen a bizonyos helyen vacsoráztak mindig a színészek az előadás után. És szerintem én gyerekkoromban valahogy összekapcsoltam azt, hogy vagy, vagy ott ért az az élmény, hogy de jó, a színészek mennyi figyelmet kapnak, amúgy a magánéletükben is, meg a színpadon is. És pont akkor éltem meg azt, hogy igen, anya meg apa ö, nagyon szeretnek engem, mert mindenhova magukkal visznek, csak ezt Szerintem hát a mai pszichológiai könyvek már egyébként tisztán leírják, hogy hogy a gyerek attól még nem biztos, hogy figyelmet kap, uh -huh. hanem egy, egy ilyen utánfutóvá válik. Ami most nagyon pejoratív lehet, hogy, hogy így mondom, de nagyon rosszul hangozhat, hiszen mondom, a szüleim a legjobb szándékkal csinálták azt, hogy engem mindenhova vittek, csak ők közben foglalkoztak a maguk dolgával, a saját dolgukkal, azért, hogy nekem legyen mit ennem, hogy legyen szép ruhám, tehát, hogy igen, szépen, teljesen... van egy, egy, mondjuk úgy borzasztó kettőség, igen. mert hiszen, ahogy te is utaltál rá az előbb, én ugye ezt élem meg szintén a saját gyermekemmel, hogy ahova tudom, viszem magammal, és a hektikus életemben majd, hogy nem ráncigálom magammal, és azt gondolom, hogy jót teszek ezzel, hogy hiszen Igen. együtt töltjük azt az időt, és azért rá is próbálunk figyelni. Holott egyébként, ha éppen dolgozik a szülő, akkor a gyerek ugyanúgy el tudja vonni a figyelmét a munkáról. Igen. És a, akkor adja magát a következő kérdés, hogy lehet, hogy a szülők, akik így gondolkoznak, nem jól csinálják, vagy, mert hogy ez a megélésed, és akkor ezek mm -hmm. szerint nem kaptad meg azt a figyelmet, amire Isten igazából neked szükséged lett volna jól, sejtem. Valószínűleg nem, de úgy mondom ezt, hogy egy perc is sem tudom, tudok haragudni emiatt a szüleimre. Tehát valószínűleg ma is egy csomóan ezt csinálják, na, most nagyon okos vagyok, érted, nekem nincs gyerekem, még nem kerültem ebbe a helyzetbe, de valószínűleg lehet, hogy egy csomószor én is így oldanám meg, csak lehet, hogy én már Ennyi könyvet elolvasva így átrágva magam ezen a dolgon, figyelnék arra, hogy, hogy ha ott is van a gyerekem velem, tényleg legyen olyan pillanat, vagy legyen olyan óra, amit csak az övé. Talán így lehet. De, de aztán nem tudom, mondja meg egy szakember, hogy erre mi a jó módszer, de én most ezt találom. És amikor kint állsz a színpadon, amikor szerepelsz egy sorozatban, akkor úgy érzed, ténylegesen megkapod azt a figyelmet, amire Isten igazából szükséged van? Ez olyan figyelem, amire vágysz? Vagy Ilyen. olyan elismerés? Mi, mi, az elismerés ilyenkor Öm, számodra? Hú, az elismerés. Az, hogy megtapsolnak, a, ami Öm, végül is egy kötelező forgatókönyv, mondjuk egy, egy színházi előadás végén. Az egy kötelező, de amikor így akarva, akad, akaratlanul teremtesz egy pillanatot, azok a a legjobb emlékek nekem az életemben, és nem azt mondom, hogy ebből volt 25, hanem mondjuk három ilyen az életemben, amikor akár egy előadáson, nyilván ezt jobban fel lehet mérni egy ilyen kamara előadásnál, amikor nagyon közel vannak a nézők, hogy, hogy teremtesz egy pillanatot, Amikor egy tűtej tesz le, akkor is tudod, hogy se azt is meg lehetne hallani, mert annyira fokozott ott valami, összesűrűsödött valami energia. Meg volt olyan forgatáson, hogy színpadon el kellett játszanom egy szituációt, blabla most nem is részletezem ezt, de hogy volt egy 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 közönség, akik szintén szerencsés statiszták voltak, és nem volt dolguk, hogy megtapsoljanak a végén, de megtapsolták az alakításomat, és nem nem olyan volt a helyzet, hogy tehát nem volt kérve ez tőlük, hanem így akaratlanul ez történt. És az ilyen pillanatok azok, amik, amik visszaigazolást, visszaigazolást nyújtanak nekem, hogy, hogy akkor én meg tudom csinálni azt, hogy így egy picit tudok varázsolni. Uh -huh. hogy, hogy a figyelmet úgy tudom megfogni, hogy hát, hogy így ne csak nekem legyen jó, hanem ne, hogy mindenkinek ott Miközben nem feltétlen gondolom azt, hogy mindezt a figyelmet te bármi áron szeretnéd, és itt most gondolok arra, hogy ugye az előbb is utaltál arra, hogy a magánéletedről egyébként valami keveset tudni, még ha meg is kérdezik tőled, akkor is inkább tartózkodó vagy, vagy nem mondasz semmit a Igen. témában. Sokan beleesnek abba a hibába. Én azt gondolom, hogy én is beleestem abba a hibába korábban is, és lehet, hogy még fogok is, hogy nem feltétlen tudják a határt ebben megtalálni, mert sokszor csak a jó szándék vezére, hogy szeretnél valamit mondani, egy üzenetet igen. átadni egy valamilyen ö, csövön keresztül, csak nem biztos, hogy az jól sül el. Tudod tartani azt, hogy érzed, hogy, hogy te a magánéletedből ne adjál, vagy vagy ezt viszont beáldozod a siker oltárán, hogy hát ha viszont így nem kellek, akkor viszont nem érdekeltek, akkor megyek tovább ezen ez az is, Ez is egy ilyen nagyon vékony határ van, ami ezt így elválasztja, hogy, hogy igen, hogy Adj is valamit a magánéletedből, meg ne is. Nyilván a sajtó azt akarná, hogy mindent is adj. Sőt, egy kicsit ilyen kis ujjam nyújtom, és a karomat akarják sokszor, mert az embereknek egyébként is már hétről hétre nő az inger küszöbe, hmm. meg az már nem hír, hogyha valaki valakivel amúgy valami jó, pedig pedig, na mindegy, tehát, hogy, hogy pedig sokszor ez így van, tehát nincs, sokszor nincs dráma. Mindig a drámát fogjuk, mondani, ha valaki szakít, stb. stb. Én, én jelen pillanatban most egyetlen nem a, mondjuk jelen pillanatban egyetlen nem a szerelmi, meg párkapcsolati életem az, ami, ami, ami dominál számomra sem tehát nem, nem, is tudnék most olyat mondani róla, ha most te egy, -egy ilyen minden Kérdezem, ára Nem, mert nem tudnék mit mondani, és meg mindenki nyilván kérdez az előző kapcsolataimról, vagy kapcsolatomról, nyilván ez, ez a kérdéskör, ez már, már, ki sem mondom eh, annak az embernek a nevét, aki, aki, akivel kapcsolatban kérdeznének, mert akkor rögtön ezt kapják fel az újságok. Elmondom neked, hogy, hogy Azért nem akarom ezt felemlegetni már, mert mindenki rögtön arra asszociál, hogy na, én akkor biztos nem vagyok még ezen túl, és közben meg szerintem, amikor lezársz egy kapcsolatot, főleg, ha mondjuk egy hosszabb kapcsolat, akkor hamarabb leszel túl az emberen, mint magán a, az, a, a, azon a dolgon, tehát azoknak a, a dolgoknak a lecsapódásán, amik értek a kapcsolaton belül. Tehát, hogy, hogy, sokkal tovább tudja még, akár évekig is vizsgálni az ember, hogy hogyan viselkedtem én ebben a kapcsolatban, hogyan szabtam meg a határaimat, vagy hogyan nem szabtam meg egyáltalán a határaimat, hogy miben, tud, miben bántottak engem, vagy miben bántottam én, és szerintem sokáig tud még az ember úgy egy kapcsolatról beszélni, akár egy barátnőjével, aki már untigunja ezeket a témákat, hogy már igazából nem is az ember, akivel együtt volt neki a fontos, nem, nem szerelmes már belé, nem ő vele akar újra együtt lenni, csak egész egyszerűen még, még doldol, feldolgozás alatt vannak a, a történések, amik uh -huh. akkor érték. És velem például még ez van, hogy én még most is tanulom ezt a, 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 az előző kapcsolatom lecsapódásaiból, még most is van olyan könyv, például Tiszakatát szoktam most nagyon olvasni, és ő, ő most az új könyvében a sémákkal, pont a sémákkal nagyon sokat foglalkozik, és, és ezeknek újabb, ahogy te is mondtad, hogy vége, tehát sosincs vége az önismeret, Tennek, az önismereti utadnak, meg ezeknek a felismeréseknek sosincs vége, és mindig tudok újat és újat olvasni. És szerintem ez, ez nagyon sokáig még el fog kísérni. És most például a farm is ilyen horderei dolog az életemben, hogy ennek is a lecsapódását szerintem még évekig fogom így. Évekig. Az nagyon sok idő. Az, igen. Az, ö, az nem köt egyúttal gúzsba, és tégen nem lesz tőle görcsös, vagy, vagy egyszerűen valaki, aki, aki nem tud újat lépni, mert még a múltban él. Ja, ezt nem, 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 így értem, hogy én nem tudok letenni valamit. Ja, akkor nem. nem, hogy rosszul értem. Nem, nem, nem. Nem az van, hogy nem, nem tudom letenni az előző kapcsolatot, meg a farmot. Nem, hanem, hogy mindig... Uh, mindig olvas az ember valamit, hogyha egyetlen olvas, <laughs> és, és mindig, mindig találkozik, mindig ráébred önmagával kapcsolatban valamire, hogy úristen, hát akkor ezért reagáltam így. De hát hogy nem jöttem rá addig erre? Hogy? Na, ilyenek. Ezeket hogyan lehet szerintet jól korrigálni? Tehát, hogy nekünk, összereplőknek, ismert embereknek sajnos van az a batyunk, amiben benne van az, hogy hát az interneten ami ott van azt már nem tudjuk semmisétenni, az az ott lesz az életünk végéig is. lehet -e ezt jól korrigálni? Van előtted olyan jó példa, akinek mondjuk ez sikerült, és szerinted abból is lehet tanulni, vagy te akár a saját esetedben tanultál-e már valamiből? Ez még egy picit össze is függ azzal a kérdésemmel, amit az előbb feltettem neked, hogy ugye benne van a hiba lehetősége, hát miért ne lenne emberek vagyunk? Igen. Nem mindegy a hiba mértéke, nem mindegy az, hogy az egy tudatos vagy tudattalan volt, tehát persze ezt uh -huh. is szét lehet szedni eleme, de az van, hogy a hiba téged mindig üldözni fog. Igen, de szerintem ö, én tartom azt, mint ahogy ez minden filmre, minden darabra igaz, minden történetre, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. Még egy gyilkosnak is megvan a maga igazsága, hogy miért öli meg azt a valakit. Nyilván ez nem jó, meg erkölcsileg ez nem oké, okay, de attól még neki van egy vezérfonnál a fejében, ami alapján döntéseket hoz. És szerintem úgy lehet esetleg az ilyen hibákat korrigálni, hogy nagyon őszintén te elmondod, hogy egyébként... Persze csak azután, miután magad is őszintén rájöttél, és magadnak sem vetítesz már, elmondod ezeket őszintén, hogy, hogy miért így döntöttél, miért, miért olyan lépéseket tettél, amiket. Ez. Külön lehet -e választani szerintem a kettőt, hogy van egy online életed, most nevezzük online akkor a mindent is, és van egy offline életed. Mert ma már nagyon sokszor, sok fronton összefügg összefutnak ezek a szálak. Viszont te, aki mondjuk tudatosan távol szeretné tartani a magánéletedet a, a közönségtől, az képes -e erre? Meg lehet-e ezt tenni szerinted szigorúan, következetesen? Amúgy gyakorlatban hogy érted a különválasztását? Most, most bocsánat, hogy ilyen hogy, hülye kérdést teszek. Ne, hát persze, hogy hogyha nem egyértelmű, hogy um, sokszor elhisszük azt, amit magunkról is közvetítünk. Igen. a külvilág felé, és aztán már az lesz a valunk a létezésünk, ugye az online térre gondolom. Hát úgy érted, hogy kvázi az önmagadról alkotott képnek akarsz már utána megfelelni, Aha. mert beletetted magad ebbe a kerékbe. Ö, hát nekem belülről most pont egy olyan törekvésem van, mert én, én megmondom őszintén én már sokkal korábban, nem csak most itt erről beszélünk, besokaltam a a social médiából áradó tökéletességből, ö, vagy tőle többet sokaltam, és... Ö, és én pont szerintem el kell, hogy jöjjön törvényszerűen az az időszak a social media életében, amikor, amikor szerintem a gyengeségeinknek és a sebezhetőségünknek a felvállalása ö, lesz Porondon, vagy az kelendő lesz, vagy legalább ugyanannyira, mert én is csak egy vagyok a sok ember közül, és biztos, hogy nem csak én sokaltam be ettől. Ez jön, vagy már itt van anyagunkon. Szerintem már kezd ö, kezd jönni. Igen, de azért szerintem a sok beri pozitivitívit, fogad el önmagad, stb. stb. megjelenés, a fogyatékkal élőktől kezdve, most már ők is ott vannak jelen, megmutatják az életüket. Ez, ez egy picit az elfogadás irányába tolja a, az embereket. Miközben ott a másik oldal is bennem állandóan van egy ilyen nagy kérdője, hogy legyünk elfogadóbbak, de egyre több. A negatív ember, a negatív hatás, a károgó, a kéretlen tartalom és vélemény. És hát én ebben nem a végét látom, hanem azt, hogy ez az egyre nagyobb méreteket ölt és félelmetes. Tudom, 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 csak az a baj, hogy én egy valami biztos. Tehát, hogyha az életed arról szól, hogy kutyákat mentesz, és macskákat fogadsz be, és csak simogatod őket, és enni adsz nekik, akkor is lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy te mit képzelsz magadról, és hogy ez tök hülyeség, amit csinálsz, és akkor is. Tehát, hogy nem csinálhatsz ma jó dolgot, mert az emberek frusztráltak. Most, hogy mitől frusztráltak az emberek, abban ne is menjünk bele, mert sok, az élet sok területén adódik erre ö, ok, de az biztos, hogy ez a frusztráltság, ez, ez önmagát is generálja és uh, mi is volt a kérdés, mert elvesztem az önmagam fejtegetés. <gül> <gül> ja, mo most egy kicsit, szerintem jó után játsz, tehát engem nem zavart meg hirtelen ez a kis kitérő, a, az offline és az online életről Ilen. beszéltünk, meg arról, hogy bármennyire is pozitívat szeretném mutatni, azért a negatív az ugyanolyan méretekben dagad a kettő Igen. együtt, és akkor ebben azért hogyan találod meg jól az egyensúlyt, meg jól, a, magad igazát. Még nem tudom, de az biztos, hogy most ebből nagy leckét fogok kapni az elkövetkezendő időben, úgyhogy majd utána erre szívesen válaszolok, hogy hogy tudtam ezt kezelni. Amúgy szerintem valahogy úgy lehet kezelni a támadásokat egy személyként, egy egyénként, hogy hogy próbálod a belső magabiztosságodat megszilárdítani valószínűleg. Na és akkor, ezt hogy lehet szerintem Hát, megtalni. köszönöm szépen, ha majd erre tudod a választ, akkor... Azt gondoltam, hát, te tudod. Nem, de nagyon nagy erőkkel keresem. Sok, sok apró mind dolog. Tessék, mind múlhat szerinted, hogy megérkez adott esetben, akár te is abban az állapotban. Hát szerintem nagyon-nagyon sokat kell dolgozni magadom. Tényleg. De sok mikor sok olyan elhinni saját magadnak azt, hogy te jó vagy, hogy te megéred mindazt, ami körülötted van, vagy amit te kaptál, hogy az neked ténylegesen járt. Tehát, hogyha ha nem azt várjuk, hogy ez a külvilágból jöjjön visszaigazolásképpen, hanem azt akarod, hogy te magad érkezz meg ebbe az állapotba, nem tudom, ez, ez szerintem nekem életfeladatom valószínűleg, hogy belülről csináljam meg az elégedettséget, és ne a külső visszajelzések alapján, hiszen, ahogy az előbb is mondtam, ezért választottam ezt, ezt a szakmát, hogy külső visszajelzéseket kapjak arról, hogy én jó vagyok. Közben meg ez belül kéne éreznem. Mi az, ami, ami szerinted neked nem, nem jutott így a gyerekkorodban? Mert ő, szépen beszéltél a szüleidről, de ugye ott van az, hogy van valami y-tényező, mint a, a hiányzó faktor, és azt mondjuk itt szeretnéd, hogyha meg lenne. Nem tudom, nem tudom, de biztos, nem tudom megfogalmazni egy mondatban, de biztos, hogy valami ezzel kapcsolatban, ez a, a figyelemmel kapcsolatban, vagy a teljes figyelem, vagy a feltétel nélküli figyelem, Egyke gyermek, vagy ezt nem egy Egyke vagy, vagyok. Ráadásul, vagy. igen. Tehát nem kellett megküzdenem kétes óva. Olyankor is szokott igen. még ugye az igen, igen, nenni, igen vagy igen. A, a középső gyermek igen. problémája, ugye, hogy, igen. hogy a nagyra már, nem, a kicsire még igen, és a középső gyermek nem. Miközben egyke, vagy miközben szeretetteljes szülői közeget, vagy milyen érdekes ellentétek vannak igen. ebben, hogy még, még olyankor mi lehet? Szoktál beszélgetni erről a szüleid? No, nagyon sokat, egyébként, igen, mert hát is van nyitottak erre. Hát egyébként. Közben óvatosan is próbálok fogalmazni, mert lehet, hogy ami nekem már mondjuk a, ebben a témában való olvasottságomból fakadóan öm, öm, természetes, hogy kijelentek dolgokat, hogy mondjuk például, tehát hogy vigyázni kell arra, hogy úgy mondj a szülőknek valamit, akik egy előző generáció, akik még nem tudtak ennyi önismereti könyvet elolvasni, idejük se volt ezzel foglalkozni, lalala. Öm, hogy óvatosan fogalmaz, hogy ne, ne bánsd meg őket, és próbálok ért értve, értően, vagy értve beszélgetni velük, és hát hál' Istennek elég intelligensek ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megértsék. De, 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 de hogy, 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 igen, beszélgetek velük. Így azt hiszem, hogy fel fogom tenni most a beszélgetésünknek a oh, nagy kérdésén, Na. mert én is gondolkozom közben már a válaszon, hogy mi lehet erre a válasz, de szerencsére ezt neked kell oh. megadnod. Félek! <laughs> Honnan tudod, hogy megérkeztél abba az állapotban, hiszen ha valaki örökké elégedetlen, vagy vár valamiféle visszaigazolást, akkor honnan fogja tudni, hogy egyébként ez már az az állapot, amikor már elégedett lehetek, és így megnyugodhatnék. Olyan, olyan mint egy ilyen, egy, egy, nem hogy hosszú távfutó, hanem messzi távfutó, aki fut, 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 kb. céltalanul, mert nem tudod, hogy hol van uh -huh. a vége. A vége. De közben meg meg akarsz érkezni valamilyen állapotba, Aha. és abban az állapotban mit vársz magadtól, vagy mit vársz a környezetettől? Hát pont, hogy akkor valószínűleg nem a környezetemtől fogom várni. Tehát lehet, hogy ez egy jel lesz, hogy, hogy nem várok majd, tehát akármit mond a környezetem, vagy nem várok majd olyan visszajelzésekre. Fogalmam sincs, de most próbálok úgy gondolkodni, mintha manifestálni szeretném azt a pillanatot, hogy én mondjuk éppen elképzelem, hogy, hogy már nagyon boldog vagyok attól, hogy, hogy elégedett vagyok, esetleg egy dologgal, akkor, akkor azt hiszem, hogy valahogy valószínűleg ez lenne a jele, hogy már nem függök mások ítélkezésétől legyen ez a végszavunk, Fruzsi, mert ezt most tök kereken így megfogalmaztad. Azt szeretném, hogy legyen ez a műsor öt év múlva, most öt évet adtunk magunknak, és térjünk erre vissza, és jó. beszélgessünk róla, mert szerintem ez nagyon sokaknak elgondolkodtató lehet, mint ahogy rajtad is azt érzem, hogy még te is ezen az úton vagy, és gondolkozol Persze. rajta. Viszont aki ennyire szeretne megérkezni ebbe az állapotba, szerintem meg is tud érkezni, és arra a pillanatra is kíváncsi lennék. Szurkolok, hogy ez sikerüljön. Jó? És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ma a stúdióban, és Én beszélgettünk. Görgényi frúzina volt vendégem. Lesz jövő héten is hashtag nők filter nélkül. Szellák Vivien szerkesztőtársam nevében köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet és a hallgatóságot is. Ha eddig esetleg valaki nem tette volna, meg feltétlenül iratkozom fel mindenhol a csatornákra, az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon, a Youtube-on, mindent mondtam. És nézzék, nézzék a farm VIP-t, mert Fruzsi ah. meg ott van. <laughs> viszont hallásra, viszont látásra. Sziasztok! A műsorszámot a NutriVersum támogatta.